Hello mindenki, itt viccelek, és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt a mondhatni mai online gémek bemutató rész lesz. Na most amit tudni kell az az, hogy valószínűleg a felvevő programom elromlott, mert majdhogy nem csak minden második videót veszi fel, úgyhogy valamelyik eltűnik. Sajnos, hát nem tudom, majd megpróbálom még megoldani, egyelőre még nem sikerült. Nézzük is ezt a játékot, Save the Dummy a játéknak a neve. A lényeg az, hogy ezt a bábút kell majd megmenteni, vagyis hát pontosabban nem megmenteni, hanem kiszabadítani inkább. Úgyhogy mindjárt be is mutatom nektek, hogy miről szól, ez lenni a főmenü. Egyébként egy eléggé jó hang zene, inkább azt mondom, ilyen zenének mondható, fut rajta végig. Ez nagyon-nagyon jó dolog szerintem. Na, jöhet is akkor a Play Game. Első pálya. Hát, kezdhetjük is szerintem. Itt be is mutatja nekünk, hogy miről szól maga a játék. Időre megy, mint látjátok, és pontra is. A lényeg az, hogy csak a piros cuccokat bírom eltüntetni, ha rájuk kattintok. Ki kell jutatni innen a bábút, hogy végigvigyük a pályát. Az erbetűvel lehet mindig majd újra kezdeni. És a kék dolgokat nem tudjuk mozgatni. Nézzük is, piros dologra rákattintunk, és tényleg eltűnik, és megmenekül a bábunk. Nem tudom, valami dolog feltűnte nektek, nekem speciál elsőre igen. Következő szinten majd megláthatjátok. Ez pedig nem más, mint a trollos bemutatott játékomnál is megjelenő level komplet, vagy hát amikor végigviszünk egy szintet, akkor jön elő ez a papírból előszedett dolog. Ezeket még mindig nem tudjuk mozgatni, és nem is fogjuk tudni. Bum. Szóval nézzétek, papírból kicsomagolja. Szóval ez igen. Bum. Bum. Ja, hogy ez a rózsaszín cuccok ilyen pattogósak. Akkor nézzük csak meg így. Tökéletes. Mellesleg nem tudom, meddig fogom elvinni, na én itt fejeztem be, amikor a múltkor próbáltam. Hű, ezt hogy is kellett csinálni? Ja, már megvan, persze, hogy ne. Így is ezeket el lehet ugye tüntetni, és így folyamatosan kell elvenni előle. Így kattintani. Na. Viszont, hogy ezt itt elveszem, akkor is jó, akkor tök mindegy. Tehát még nem vittem túl sokáig, itt már befejeztem, azt hiszem. Jól emlékszem, ez volt az utolsó szint, amit még vittem, úgyhogy most ez még nekem is új lesz a legtöbb rész benne, de mondom, nem fogom teljesen végigvinni szerintem. Következő. Igen, ez már egy újabb, de teljesen logikus számomra, hogy hogyan is kell ezt megoldani. Ó, igen, sikeredett. Igen. Nem, tök logikus. Főleg akkor az nagyon-nagyon egyszerű a feladatunk, hogyha csak egyféle dolgot bírunk benne mozgatni, tehát most csak azt bírtuk levenni. Ja igen, erre már nem emlékszem, de ahogy ránéztek, rögtön már is megvan a megoldás, azt hiszem. Ups, későn, de elfogadta. Egyszerűen csak ki kellett belőle ejteni. Ó, oh. Ja és ott van a kijárat, mi? Hú, hát ez nem éppen így. De alapból az elképzelés az jó. Ó, oh, majdnem. Jaj, hát ezt most nagyon benéztem. Majdnem. Egyet akarok rajta forgatni, és meg ki akarom dobni, vagy ha megnézzük ott a csillagokat, ott fent, akkor az jelző, hogy mennyi pontot kapunk rá, és én maximálisat akarom, és ez az. Megvan a maximális, ja, így, de jó. No. Itt több kattintható dolog van. Mit csinálunk, hogyha ezt elszedjük? Ups, ne! Ez az meg lett, jó van. Majdnem elcsesztem. Na, mit kell? Na, mi van? Ja, hogy... Innen ki kell szedni a súlyt, hogy az előbb odaérjen, nem? Nem. Várjunk, hogyha tönkreteszem a kocsit. Sikerült, de rossz. Ez lenne a megfejtés. Ne! Tönkre kell tenni azt annyi. Mi van, hogy itt már kiejtem az emberkét, és úgyis bele, igen, átgázolok rajta, és pont belemegy. Nolám. Csak nem egy kis súlyemelés gyakorlat. De. Ja, ennyi. Hűha. Na, itt mit kell? Ja, elhúzni onnan azokat. Aha.
Ó, és ez pedig egy súly, ami lehúzza. Aha, jó, ez jó, ez jó. Most ezeket kell szerintem kikattintani, nem? Na most mi van? Ja persze, ez itt egy súly rajta, úgyhogy ezt el kell, hogy húzzam. Kiveszem belőle a felesleget, és igen, hát eléggé szarul csináltam, mint látjuk a pontokat. Most nem tudom már pontosan, összesen kb. 25 pálya van rajta, már nem emlékszem. Hogyha az súlyosabb, akkor az azt jelenti, hogy magával húzza, ugye? Ups! A fenébe. Na, így lesz jó. Hogyha ez nem annyira súlyos, akkor ugye gyorsabban bírja magához húzni, ami azt jelenti, hogy ugratni fog egyet. És megvan. Jipi. No, ja, oda kell leejteni. Legalábbis ezt mertem feltételezni. Ja, hogy... Nem szabad elveszteni a gyorsaságot. Hát, ja, hát ez nem volt túl nehéz. Ups. Ja, hogy aha, akkor az egyik emelkedik, aztán pedig a másik. Tehát úgy kell felemelni, hogy először ez alatt átmegy. És aztán pedig ezt teljes izomból felemelni. Ez menő, ez tetszik. Ez jó, ez jó. No, ez meg mi? Ez mit csinál? Felemeli a kaput. Ja, és így meglátjuk, hogy merre forog. Erre az oldalra forog, de most erre akarom. Akkor mit kell, hogyha ezt beledobom? Akkor ez úgy szintén arra megy. Várjunk. Aha, rájöttem, megvan, megvan. Először ezt kell megcsinálni, ezeket elvenni, beledobni, akkor ugye a másikba szedi bele, hogyha le nem esik, jaj. Jól van. Megy bele, szépen, és igen, azt is végül felemeli, és nyitva az út előttünk. Aha, gyors kis rögtönzős játék, igazából nem annyira nehéz. Hát itt most csak is ezt kattintható, úgyhogy lehet ez a megfejtés. Ja, gyorsan kellett. No. Ez meg mi? Bele kell ejteni a kocsiba? Ja, pont jókor. Ezek szerint először egy kocsit indítunk, aztán az embert, és eléesett. Kocsi, ember, és benne van. Jó van. Kiszúrom a kerekét. Ha, troll vagyok. Na, ez mi ez? Ez kattintható. Ja, hogy oda kellene belejteni. Gyorsaság kell ide is. Essél már ki. Vigyed magaddal. Vidd magaddal az élősóba. Fenébe. Tehát nem jó, hogyha pont elébe ejtem, hanem pont bele kell ejteni a kocsiba. Nem jó. Túl gyorsan ment oda az a vacak. Mehetsz, 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 mehetsz. Jól van, jipi. És ezt közben összeakasztom. Na, ott van, kibukdácsoltam, na jó van. Na, most mit csináltam? Várjunk? Ha ebből itt elveszem a súlyt, akkor azt felhúzza? Aha. Gondolom bele kell ejteni, aztán meg itt kell elvenni a súlyt, mi? Aha, hát ugyanezt a pályát már próbáltuk most az előbb egy pár körrel ezelőtt. Ugyanez volt ott is a lényeg, hogy először az egyiket, aztán a másikat. Hát, jó az. Attól még két csillagosra csináltam, és háromat kapok rá. Menő, nagyon jó. Aha, de az alsóba kell belejteni, mi? De nem lehet. Mi van akkor, hogy innen kiveszem az összes súlyt, és oda megyek, oda parkolok. Várjunk! De rossz, ezt így kellett volna megoldani. Elsőre, hogy bepróbálkoztam már. Na, ezekről nagyot pattan, ugye? Ja. Ups, hát ezt most benéztem. Ez mi? Mi ez, kérem szépen? Na, csak ellökte. Na jó, ez így nem. Nem. Szerintem, hogy felváltva kell, hogy nagyobb erőt kapjon. Boom! Nem jó ez így igazából. Nagyon nem. Először ezt. Jaj, mellé. És aztán pedig ezt. Jó, hát ezt nem éppen így. Ott van. Mi van? Mi van? De az mi? Hát ez csalás. Kérem szépen, hát ez csalás volt. Szóval csalás le... De az már mi? Jól van. És akkor komolyan. Igen, eddig jó, és most kirepülsz onnan a világból, de mi ez? Ne, menj le! De mekkora fejed van már te?
Nem igaz, már nehezebb a fejed, mint az egész tested. Na mi ez? Hát láttátok, az egész feje nehezebb volt, mint a teste. Azért maradt ott. Utolsó nagy-nagy löketet kell még neki adni, és... El fog szárnyalni? Ez így már a legnagyobb gyorsaság, vagy mi? Ups. Csúsz le, azaz! Nem tudom ez, hogyan sikeredett végül, de meglett. Na, szerintem ki kell ejteni. Várjunk csak. Ugye itt a jó időzítés a lényeg, ugye? Hogy itt belekagyesen abba a kocsiba, ugye? Igen. Jó, hát akkor... Akkor próbálkozzunk, vagy valami. Bum. Bum. Hát ezt nem így kellett volna. Várjunk csak. Jaj, de jó. Ja, értem, hogy először meg kell, hogy tartsa a lufi, aztán pedig hirtelen ki kell szedni belőle az összes lufit, mert nem lesz jó. Menj, 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 kocsi! Ah, fenébe. Hát várjunk, hogyha leszedem a lufit, akkor az jó. Ezek szerint ez így most jó. Megindítom a kocsit, embert és útjára eresztem. És ez az bebegolt a lába. Úgy van, pont így akartam, hogy bebegoljon. Lufikat addig kiszedem innen. És itt aimot kell használni, hogy pont jól időzítve jöjjenek össze. És, de mi az? Mi a fene? Bebegol egyfolytában a lába. Úristen. Na, menj, menj! Ez az! Most jó lesz. Érzem, hogy jó lesz. Igen. Kiszúrom a kerekét. Bum. No, jó lett. És ennyi. Az összes szintet kivitted. És akkor most az összeset próbálj meg három csillagosra megcsinálni. Igazából nem annyira nehéz azt. Második szint nem lett három csillagos, kérem. Ugye persze, mert itt most sokat magyaráztam. Na most már három csillagos? Igen, most már három csillagos. Nem ezt akartam, hanem mi ez? Ezt akartam, igen. 20. szint, ez nem lett három csillagos. Így kellett, meg így kellett. Pont fordítva a kocsi előbb volt, mint az ember. Úgy. Úgy van. Vigyed, 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 vigyed! Na, három csillagos. Nézzük még, mi nem három csillagos? 14-es, egy csillagot se értem el, az már mi az? Mi van? Ja. Itt így. És aztán pedig hirtelen az összeset innen le kell belőle szedni. Nem. De itt alapból se... Ja, ott számolja. Ja. Jó van, megvilágosodtam. Jó van, szedjed, 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 szedjed. Megvan, kész, kész, kész. De mi? Hogy leszedte a csillagjaimat? Persze, csaló. Mint a magyar szervereken, akárki akármit jól csinál, akkor az már cheater. Három csillagos? Úgy van. Hát akkor ezek szerint úgy látszik, hogy négy darab pályát nem sikerült három csillagra kihozni, de szerintem most ezt már nem nagyon kellene megcsinálni. Pontozzuk is a játékot, kezdjük is rögtön a grafikával. No, hát egy-két olyan szép pálya is van benne, mint azért, amit el is lehet fogadni. Hát ugye a grafikában mit lehetne mögé rakni, semmit, mert különben zavarja az ember. Ez a kis gyűrött papír, ez szerintem jó pofa. Egész jó. Hirdetés természetesen, az nem maradhat el. Tehát maga egy ilyen kis gyűrött papír a háttér, alapból a dolgok, az itemek jól ki vannak tervezve. Tényleg szépek és jók szerintem legalábbis. Úgyhogy összességében arra gondoltam, hogy grafikára, hát igazából kap tőlem nagyjából egy 8 pontot, mert azért a maximumot hozták ki itt a dolgokból. Élvezhetőség, a 25 pályát egy röpke 10-15 perc alatt ki lehet vinni, akár három csillagosra is, hogyha akarja az ember. Élvezhetőség lefoglalja az embert, igazából nem túl sokáig, úgyhogy összességében 15 hülye vagyok az a videónak a hossza, úristen. Na bocsánat, lol, 10-ből 15 pontot adnék rá. Szóval azt akartam, hogy már 15 perc mire a videó, úgyhogy már rövidre kell fogni. Tehát az élvezhetőség az igazából egy 8 pont lenne, mert hát igazából hát élvezhető főleg egy ilyen röpke negyed óráig, hogyha az ember játszani akarna egy picit, és érdekli az ilyen ügyességi játék. Úgyhogy igen, ezt hát szerintem ezt egész jól pontoztam, a 8-as az végül is reális és jó.
történet és a lényeg, hát most igazából ez, hogyha megadnám rá pontot, akkor azt baromira lehúzná az egészet. Azért egy kis történetet létrehozhattak volna, ilyen kis... Én is most hirtelen jobban bírnék rögtönözni így szóba, mint hogy ilyen semmi. Tehát, hogy szóba annyit bírnék kihozni, hogy egy ilyen bábú akárki, aki bemondjuk akár egy ilyen kísérlet során életet raktak, és el akarsz szökni normális életet, ilyen szóval akármit ki lehet találni. Most ez csak egy ilyen kis hülyeség volt, csak hogy ez is egy dolog, hogy mondjuk kísérleteztek rajta, raktak bele egy ilyen akármilyen szívet, ami működik, és így most életet adtak neki, és ő pedig ki akarja próbálni, milyen embernek lenni, hát papírembernek, vagy hát bábú embernek, vagy értitek, és ezért el akar szökni, és meg akarja nézni, milyen az élet, úgyhogy ezért egy jó kis történetet össze lehetett volna hozni, de hát nem nagyon vették rá a fáradtságot. Alapból, hát igen, jutast ki a bábút, átlagos. Ha erre most adnék egy, nem is tudom hány pontot adjak rá, azért ne olyan kőszívűen, adok rá egy 7 pontot, és hogyha minden igaz, nem tudom, hogy ez nagyon lehúzza, mert most csak fejbe számolom körülbelülre, de igazából, mivel a történet az nincsen annyira kidolgozva, ezért a 8 pontot nem is tudom rá megadni, összességében, tehát ugye a történetre kapott tőlem egy nagyjából egy 7 pontot, úgyhogy nagyjából a végösszeg szerintem igazából, mert azért a történet az lehúzza, legyen egy 7 és fél pont. Hogyha 8 azért még nincs is meg, de nagyon közel van, de 7 is fél lett a végeredmény. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek ezt a kis videót, remélem fel fog kerülni az internetre, azaz, hogy felvette ez a program. Köszöntöm figyelmeteket, összességében 7 és fél pontot kapott tőlem ez a játék, ami szerintem nem annyira rossz, de hát volt ennél már jobb is játékok közül. Úgyhogy megköszönöm figyelmeteket, ezzel most el is búcsúzok, úgyhogy legközelebb majd visszatérek, viszont addig is. Sziasztok!